jár velük a magas legelőre. Oda! Virágos réteg vannak ott, amerre csak ellátsz. És ott van a hegyek asszonya is. Úgy szeretnék fölmenni oda. Heidi, fölmehetnénk oda? Nem tudom, hogyan. De talán... Nagypapa! Nagypapa, segít majd! Nagypapa! Péter, várj! Induljatok, buta kecskék! Péter! Snapsz, Csiga, gyertek! Gyertek már! Olyan itt, mint egy tündérmesében. Úgy örülök, hogy itt maradhattam. Szegény Rottenmeier kisasszony, azt hittem, mindjárt megpukkad. Láttad az arcát, mikor elindult lefelé? Behunyta a szemét iszonyatában. Á, és elfelejtettem mondani, hogy a kandidátus úr érdeklődött felőled. Már tervezgeti az óráinkat. A papa meg színházjegyeket vett. És kiválasztottam neked egy új ágytakarót. Szerintem tetszeni fog. De ha mégsem, akkor kapsz másikat. Csodálatos lesz ez az év, Heidi. Mert mi csodálatossá tesszük. Együtt. Székem, azelőtt itt volt, hová tűnt? Nagypapa, nézd! Hogy történhetett? A tolószékem nélkül nem tudok, nem jutok föl soha a rétre. Tudtam, előre sejtettem. Nem úgy van, az ne félj. Feljutsz oda, feljutsz oda. Mi volt reggel? Nem néztél be? De igen, csak még aludtak. A lány széke hogy nem legurult a szakadékba? Nem tudsz róla valamit, ha? Én? Hát, ha láttad elmerőben. Nem, semmit sem. Ah, csak a szél volt, ha? Igen, lehet, hogy csak a szél. Vigyázzám, hallod? Ha bármi van, bármi, segíts nekik. Mert ha nem, velem gyűlik meg a bajod. Megértetted? Gyerünk, János Bogár, gyerünk. Ennél csodálatosabb helyet még soha sem láttam. Soha. Tudom. Ez ő, a hegyek asszonya? Igen, de jobban látni a csúcsról. A sziklákról. Oda mehetünk. Hogyan? Az ott van fönt. Heidi, menjünk oda, hisz eddig is eljutottunk. A szám miatt nem lehet, nem tudjuk tovább vinni. És Péter? Azt mondtad erős. Ő segítene, nem? Ha megkérnéd.
Csak egyféleképpen lehetne. Péter segítesz nekünk, Lára nagyon szeretne följutni oda. Ez egészen hihetetlen. Irigyellek. Miért? Mert ez az egész a tiéd lehet. Most már a tiéd is. De nem úgy, ahogy a tiéd. Ez nem ugyanaz. Miért? Mert nem tudsz. Mondd ki! Mert nem tudok járni? Igen. Részben ezért. Soha nem lehet az enyém, mert ide vagyok láncolva. De ha megpróbálnád, ha mindent elkövetnél, talán mégis tudnál járni. Nem. Az lehetetlen. A doktor bácsi nem ezt mondta. Biztosan tudnál járni, ha megpróbálnád. Hagyd abba! Ne is beszélj róla, mert ez gonoszság. Sajnálom. Sajnálhatod is, mivel ez nem tisztességes, tudod jól.